A múlt hét szerdán tartott ülésén döntött Sátoraljaújhely képviselőtestülete arról, hogy idén is hozzájárul a 70. életévüket betöltött sátoraljaújhelyi lakosok karácsonyi készülődéséhez. Több éves hagyomány, hogy az ünnepek előtt étkezési utalvány formájában karácsonyi ajándékban részesíti az önkormányzat a városban élő időseket. Ezt a hagyományt idén sem szakítja meg a település vezetés. Sátoraljaújhely város önkormányzata már hosszú idő óta támogatja karácsony előtt a 70 éven felüli időseket, mindig az anyagi lehetősége függvényében. Ez éven is megszületett a döntés, 3500 forintot kapnak azon itt élők, akik december 31-ig a 70. életévüket betöltik. Ez egy étkezési utalvány formájába kerül továbbadásra, és a karácsonyra való készülődéshez szeretnénk ezzel hozzájárulni. Ebben az esztendőben 1919 időskorú személy részesül ajándékban. Az utalványok kiosztása a korábbi évek gyakorlata szerint történik. Az Egyesített Szociális Intézmény Hősök tere 10 szám alatti épületébe lehet személyesen eljönni. Ezt az Emplén televízióba fogjuk hirdetni, illetve itt az önkormányzatnál plakátoljuk. Aki személyesen el tud jönni, azokat szeretettel várjuk. Aki pedig kora egészségi állapot, amiatt személyesen nem tudja átvenni, ott az intézmény dolgozói fogják házhoz vinni az utalványt. Az ajándék utalványok kiosztását december 6-án kezdi az Egyesített Szociális Intézmény, és december 14-ig vehetőek át a Hősök tere 10 szám alatt található új épületben, munkanapokon 8 és 15 óra között.